A megnövelt alapterületű sátrat reggel 8-kor foglalták el a sürgőforgó csapatok, akik között volt 16 éves és 92 éves is. Hamarosan megérkezett kerékpáron Domonyi László polgármester is, akinek házigazdaként mindenkihez volt egy-egy kedves szava. A dabasáriaknak akartam egy három asztalt, mert egy asztalt olyan gyönyörűen körbe szaladtak, hogy mondom, hogy hármat összerakunk, hát az is sikerül nekik. Mondták, hogy rendben, ezt is beleegyeznek. Tehát ilyeneket kell csinálnom egész nap. Készültek az igazi hagyományos szaladgálós rétesek, de a fesztivál már sokkal inkább a kreativitásról, az újításokról szólt. Ebbe aztán az ehető virágoktól kezdve a pisztáciás, sárgarépás, tökös, krumplis, tojásos, pizzás, és a fantázia olyan széles körű, ami alapján az ember elgondolkodik, hogy tulajdonképpen miből nem lehet még rétest csinálni. A Rétes Fesztivál főszervezője, motorja most is Mózerné Zsuzsika volt, aki a generációk közötti együttműködést, a hagyományos rétessütés tudományának átadását tartja a fesztivál legnagyobb eredményének. Nagyon boldog vagyok, hogy a nagymamák hozzák az unokáikat, hogy ott van az unokájával. Az egyik asszony azért nem tudott tegnap jönni segíteni, mert várt rá Budapestről az unokáját, mert ő vele akar sütni. Hát ez nagyon jó, mert megtanítja, meg részt vesz ezen a kiskörösi kavalkádon, a fesztiválon. Tehát ez egy nagy öröm nekem. A rétes készítésének titka sokak szerint a lisztben rejlik. Van, aki a jól kidolgozott tészta fontosságát hangsúlyozza. Mindenkinek megvannak a saját módszerei, az asszonyok pedig szívesen tanulnak egymástól, lesik el a másik csapat praktikáit. Mi tojást is teszünk bele, nagyon-nagyon pici ecetet, és föltétlen valamennyi tejet. Tejet is. És amit én olyan kuriózumnak találok, amit is kiskörösen nem találkoztam vele, mi a káposztás rétest csak nyers káposztából előre lesózott, kicsit kifacsar, nyers káposztából csináljuk, egész más, és nagyon finom. A Boda Zsuzsa, Szabó Teri, Varga József összeállítású kiskörösön már jól ismert zsűrihez ebben az évben csatlakozott Városi Orsolya élelmiszeripari referens, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát képviselte. A versenyben végül a polgármesteri hivatal csapata kapott külön díjat, a többiek pedig oklevelet vehettek át azt szerint, hogy édes, sós, avagy különleges kategóriában voltak-e a legjobbak.